Csendes jubileumot ünnepel az idén Hévíz egyik legismertebb kulturális szerveződése. Köszöntöm a hallgatókat Kultúrtópart című rovatunkban. És mi a Hévízi TV-ben pontosan azon vagyunk, hogy ez a jubileum egyáltalán ne legyen csendes. Igyekeztünk az év során már többször is foglalkozni ezzel a jubileummal. Most viszont, ahogy mondani szokás, ami a csövön kifér. 5 éves a Hévízi Új Színpad Egyesület. Az Egyesület elnökét, Szabóné Fehér Hajnalkát köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit ezzel a jeles alkalomból, amikor itt lehetek önökkel. 5 év egy kulturális, alapvetően színházi, de egyébként is mindenféle előadó művészi tevékenységgel foglalkozó civil szerveződés, amatőr szerveződés életében mit jelent? Szerintem önmagában ez egy nagyon nagy szó, mert néhány hónap után azért a lelkesedés alább szokott hagyni. Ez nem így van, Hévízen? Hál' Istennek tényleg nem így van, és azért is ragaszkodtunk mi vezetők ahhoz, hogy ünnepeljük meg ezt a jubileumot, mert ez alatt, az 5 év alatt megéltünk mi is szép napokat, jó napokat, örömteli napokat és rosszakat is, és mégis együtt maradt a csapat, és mégis fejlődött a csapat, és mostanra elértük azt a tömegbázist és azt az ismertséget, amivel akkor is lehet tovább lépni, ha esetleg bármilyen egyéb változás nem támogatná a civil szervezeteket. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ha ilyen szerencsések vagyunk, hogy ráadásul egy novemberi hétvégén pontosan, napra pontosan az 5. születésnapunkon alkalom adódik rá, akkor tartsunk egy jubileumi évet, és ezt a jubileumi évet zárjuk le a születésnapi bulival, megünnepelve és megköszönve mindazoknak a személyeknek a társadalmi munkáját, segítségét, anyagi segítségét, akik az 5 év során működtették ezt az egyesületet, és több száz emberről beszélek, most nem kevesekről. Úgy gyakorlatilag összefoglalta azt, amiről beszélni szeretnénk, azért ennyire ne nagyoljuk el. Így pontosan menjünk a részletekbe. 5 évvel ezelőtt mi hozta létre az egyesületet? A maga megmutatkozási vágy, a hiány, hogy nem volt még ilyen itt? Biztos, hogy a hiátus volt az első, ugyanis a művelődés helyi csapata, a Szilárd, Molnár Szilárd és Papni Ági vezetésével azt mondta, hogy jó lenne nálunk egy olyan kulturális civil szervezet, ami összefogná a nőket, a gyerekeket, a felnőtteket, az időseket, a játékok iránt érdeklődőket, Hévíz. Sőt a színjátszókat is Hévízen. És ők azt mondták, ne csak Hévízen legyen, hirdessük meg a környékét. Én környékbeli vagyok, és ennek köszönhetem az itt létemet, hogy volt egy november elejé hétvége, amikor azt mondták, hogy gyertek el, nézzétek meg, hogy mik vagyunk, mi mit szeretnénk, hallgassátok meg és csatlakozzátok. Hatalmas tömeget érintett meg, ez olyan nagyon ritkaság volt, és akkor a sok-sok száz szakkör, már nem tudom jobban elmondani, bent ült a könyvtár, kis kerek publikuma körül, és mindenki jelezte, hogy én ezt szeretném csinálni, ezt csatlakozzatok. És így indult meg, kezdetben olyan 10 körüli szakkörökkel és csoportokkal, abból maradt 6, ami folyamatosan él, és jött hozzá 2 új, amit pedig az élet hívott létre. Az a helyzet ebben, hogy én változatlanul tartom, hogy az ilyesfajta szerveződéseknek az elején van egy borzasztó nagy lendület, egy nagyon nagy akarás, mindenki nagyon örül a lehetőségnek is, és aztán óhatatlanul jön egy hullámvölgy, amikor talán sokan leszakadnak, talán sokan úgy gondolják, hogy hát nem pont erre gondoltam, vagy nincs időm, rosszul mértem fel az időmet, vagy az elfoglaltságaim mások, vagy a család elvisz. Itt ez jellemző volt-e, vagy nem? Természetesen valamilyen szinten jellemző volt, hát megéltem én is ezt abban a színjátszók között. 3 csoport indult az elején, és a 3 csoportnak úgy visszacsengett a létszáma, hogy a 3-ból lett 2, és a 2-ből 1 életképes maradt a játékszín, és mi akkor még szenioroknak neveztük magunkat, mi 8-an, viszont úgy magunkra maradtunk. És ebben az időben viszont nagy köszönet illeti az önkormányzatot, mert a hóna alá nyúlt az egyesületnek, és nem hagyta veszendőbe menni, és az eddig teljesen társadalmi munkában működő egyesületet körülbelül 1 évvel a megalakítása után felkarolta, és anyagilag is támogatni kezdte. Tehát ez sikerült, hogy kimásztassa a gödörből, nem szép kifejezéssel, ezzel sikerült kimászni a gödörből a csapatnak, és átlendülni a tömegbázis elvesztésén, de egy biztos alapokon nyugvó és műhelymunkára építő csapatokkal dolgozó
egyesületté válnia. Borzasztóan fontos egy ilyesfajta egyesület életében, nyilván a célok között szerepel az, hogy hévízieknek adni valamit, kulturális élményt. Hogyan fogadják? Ez a fontos. Nagyon jó közönség Hévíz, nagyon biztos közönség, ezt mondhatom most már az 5 év tapasztalatára építve, hogy az első nagy rendezvény, az a pár ezer ember előtt előadott dzsungelkönyve, az olyan csapatot épített nekünk, hogy akármelyik szakkör, akármelyik csoport akar bemutatkozni, mindig teltházas produkciókat tudtunk tartani, sőt, megesett az, hogy kiszorultak a nézők a nézőtéről, akik szerettek volna részt venni. És a hévízi másik nagy lehetőség a tófürdő lehetősége, ahol állandóan változik, de állandóan van vendég. És nagyon sok, hál' Isten, a magyar nyelvű vendég, akik nem csak a zenés táncos produkciókra, hanem tehát az egyéb irodalmi művészeti produkciókra is vevők, egészen az élő zenés táncoldánkig. Most már mifai megkülönböztetéseknél vagy szálazásoknál tartunk. Van-e valamiféle, hogy mondjam, stílusilag beazonosítható az egyesületben? Tehát mondhatom-e azt, hogy elsősorban vígjátékok, elsősorban királydrámák, elsősorban komédiák, vagy elsősorban, nem tudom, versesestek? Ez nagyon tetszik, ez a műfaj, mondok egy műfaj meghatározást. Elsősorban nőkre épített drámák, és a drámát a tragédia kategóriától a komédiáig értsd úgy. Tehát a kezdetekben a 8 nő volt az első darabunk, ami a szeniorokat jelezte. Ez nem véletlenül volt 8 nő, hanem azért, mert 7 nő és egyetlen egy férfi volt a csapatban, aki előadhatta. Ki lehetett a 8. Hát természetesen az a férfi. Innétől kezdve a drámai bűnügyi rész az egy kicsit komédiába vált. De ugyanez igaz a szakköreink tagjaira is, hogy jobbára nők vagyunk. Tehát a nők igényeit szolgálja ki az egyesület a szakkörökkel, illetve a produkciókkal is. És ha csak a színjátszókra hegyezném ki a dolgot, akkor a 3 csapat a játékszín, a musical, a modern tánc. Ez a 3 csapat ugye a színjátszás, az ének és a tánc. Ez jószerűvel lányokra épít. Tehát 90%-ban lányok vagyunk, és mi választjuk meg, hogy vígjáték fele hajló produkciók, tehát vidámdal, vagy komolyabb produkciók kerüljenek színre. Az irodalmi műsoraink komolyabbak, ezt elárulom. Néha egy kicsit feketébe hajló irodalmi műsoraink vannak, hogy egy kicsit a ying és a yang is egyensúlyban legyen, de a darabok választása az... mivel rám van bízva, és én alapból nem vagyok az a tipikus szomorú személyiség, ezért inkább a vidább darab. És egy mondatóval, hadd zárjam le, úgy neveztem meg a színjátszásunk típusát elnöktársam Soborné Mosolygó Lián, hogy mi örömszínjátszunk. Ez egy új műfaj szerintem. De szerintem ennél szebb műfaj momentán itt nem is létezhet. Annyit beszéltünk már a szakosztályokról, melyek ezek. A legrégebbiek közé tartozik a terepasztalos játékklub, ez a művelődésnek a könyvtárában Rudolfunk vezetésével, Szabados Rudolf vezetésével zajlik. Na, itt azért a fiúk vannak túlsúlyban, ezt azért el kell mondanom. Nagyon szép versenyeredményeket tudhatnak magukénak, és most volt a bemutatkozásuk szintén a jubileumi évünk kapcsán. Szintén a legrégebbiek közé tartozik a Liám, Soborné Mosolygó Liám által vezetett élőzenés táncoldánk, ahol életmódi tanácsok az örömről, illetve az örömet okozó táncolásról, életfelfogás, életvezetési tanácsok épp úgy elhangzanak, mint amint élőzenés táncolás. A harmadik a miénk, a játékszín társulat és abból kivált vidámító társulat, és mi igazából így... két társulat működik egymás mellett, most már a játékszín inkább musical, tehát énekkel foglalkozik, és a negyedik legrégibb pedig Tótné Bogdán Otilia által vezetett modern tánc csoport. És ő nem csak hogy a modern tánc csoportot vezeti, hanem a női tornát is, ami mostanában olyan szinten látogatott, ahogy kezdenek hosszabbodni az esték, hogy a termek falait ez körülbelül az utca felé ki kéne bővíteni, hogy a hölgyek, akiket ez érdekel és szeretnének mozogni, el tudjanak jönni. De ugyancsak ugyanilyen nagy látogatottságnak örvend Bakos Marian kolléganőnk által vezetett Etka jogánk, és most már Meridian torna is, tehát itt jöttek be az újak. Ezzel, igen, +2, és még a Liámunk vezet egy jobbagyféltek és rajztanfolyamot, és itt van a +2, a Meridian és a jobbagyféltek és az új.
Tehát gyakorlatilag, ha valaki hévízen úgy érzi, hogy úgy szeretne valamilyen kulturális elfoglaltságba bekapcsolódni, de nagyon tanácstalan, biztos, hogy talál valamit ebből a kínálatból. Szerintem a művészetek összeságát felöleltük most. Az imént beszéltünk már a színjátszás kapcsán a darab választásról. Az ötödik évfordulóra egy világhírű nevet választottak, Fényes Szabolcsot, hiszen ő szerezte a zenéjét a jubileumi előadásnak, aminek a címe az lesz, hogy Paprikás csirke, az alcíme pedig a Márahaj az erősen, Texas, New York. Igen. Azt is meg kell említenem, hogy Szántó Armand forgatókönyve alapján készül ez az előadás. Fényes Szabolcs, az alcím és a főcím kapcsán arra gondolok, hogy ez nem föltétlenül egy véres tragédia lesz. Nem, ez egy kimondott vígjáték, másfél nap története, helyzet komikumra építve, és lubickolós szerepekkel. Hát én is nagyon szívesen lennék bennük a színpadon, de én a másik oldalt választottam. Ő rendezte, nem igen, kell szerintem. Igen, én rendezem, így van, meg dramaturgia vagyok, kicsit átírom, kicsit zeneileg szerkeztem, szóval, de én voltam az eredeti darabban, mikor Szántó Armand ezt megírta 1937-ben, még Czerkovics dalok is szerepeltek. És amikor utána néztem, egyrészt Fényes Szabolcs nagyon a kedvenc zeneszerzőm, és utána néztem, idén 30 éves jubileuma van a halálának, és úgy gondoltam, na akkor kapcsoljuk össze a mi születésnapunkat ezzel az évfordulóval, és legyen csak az ő dalaira építve. És így vittem a csapatunk elé, és így vállalták a szerepeket. Azt mesélje el nekem, legyen olyan jó, mert elképzelni talán el tudom, de lehet, hogy nincs igazam. Egy ilyen alapvetően amatőr, de nagyon elhivatott társulatban a próba folyamat az hogy néz ki? Mióta készülnek erre a darabra? Hát ez a darab, ez egy 3 hónapos próba folyamat része, mert a nyáron egy másik... Nagy színháznak nincs ennyi lehetőség. Nincs nekik, de nálunk nem azt jelenti a 3 hónapos próba folyamat, mint a nagy színházban, hogy 7 napból 6-on próbálunk, nem. Nálunk 7 napból 1-en próbálunk, és amikor eljön az előadás ideje, akkor besűrítünk, most már napi egy próbánk van, tehát most már úgy vannak a napjaink az utóbbi novemberi napokban. De a legfontosabb az, hogy amatőr színjátszás soha, hiába van első szereposztás, mindig kell egy második szereposztás, és a sugó szerepen állunk a legfontosabb, és itt szeretném Szabóné Kuti Andrea kolléganőnket nagyon megdicsérni, mert ő az összes szerepet fejből tudja, és az összes szereplő összes járását, tehát az ügyelői teendőket is teszi magáévá, mert nélküle bizony az előadás nem menne. Tehát ez a kettőnk vállán cipelt teher mindig. Most már nagyon-nagyon közeledünk magához az előadáshoz, beszéljünk akkor erről, mikor lesz, hol lesz, hogyan lehet bejutni, és azt már tudjuk, hogyha valaki esetleg 3-4 szóról lemarad, Kuti Szabó Andrát kell keresni, mert önnála megvan az egész. Tehát mikor lesz, hol lesz, hova várják a közönséget? November 19-én a születésnapunkon a Hévízi Városháza dísztermében rendezzük meg az előadást, este 6 órai kezdette. De a dalok és a táncok miatt ez egy hosszú, tehát a 2 felvonásos, másfél órás darabból körülbelül így 2 órás darab lett a szünettel együtt, tehát mindenki úgy készüljön, hogy 6-tól 8-ig ez előadás, és utána meglepetés szülinapi parti az ünnepeltnek, amit igazából az ünnepelt fog adni. Tehát ne menjen, micsoda meglepetés. Ne menjen el a közönség, se szeretettel várjuk egy kocintásra és egy sütire a közönséget is. Ami viszont az előzetes reklámmal kapcsolatban nagyon-nagyon megdöbbentett bennünket, eddig is mondtam, teltházas előadásaink voltak, de most már a Facebook oldalunkon a 4500. kattintásnál tartunk, tehát azt a 200 fős termet, hogy fogjuk körülbelül, és az előre lefoglalt helyek is, mivel ingyenes az előadás, csak helyet tudunk foglalni, sorokat nem lehet, hogy első sor vagy valami, azok is a teremnek az 1/4-ét már betöltik, nem tudom, hogy nem kell-e megismételnünk a szülinapi partit egy későbbi időpont. Van. Hát szerintem ez a siker egyik legbiztosabb jele. Hát reméljük. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Remélem, hogy több század magunkkal találkozunk majd a jubileumi előadáson, és amivel kezdenem kellett volna, azt talán most tiszta szívből gratulálunk az Egyesületnek, és további sikereket kívánunk, és találkozunk még itt a Hévízi Televízióban az Egyesülettel rendszeresen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, és köszönöm a Hévíz TV-nek, hogy a támogatunk.